reggel, mikor kinéztem és láttam. Pénteken az Ocsó Macsó. Jó estét, tisztelt publikum, bocsánat, nem mutatkoztam még be. Szombaton a Gipó Cirkusz. Ha élnék a szerelmet. A Kis Csillag. Vasárnap pedig Kovács Kati a nagy színpadon. Szüreti felvonulás, gasztro különlegességek és meg annyi érdekesség vár a család minden tagjára szeptember 10-e és 12-e között a 42. Halasi Szüreti Fesztiválon. A rendezvény kiemelt támogatója a Merkbaus ZRT. Bajtási találkozó, 20 éve zárt be a Gábor Áron laktanya. Halasiak az eukarisztikus kongresszuson, a pápai zárómisére is többen készülnek. Korlátozzák a vízszolgáltatást a hátralékot felhalmozóknál, a legnagyobb tartozások csőtörések után fordulnak elő. Fesztivál helyszíné alakul Halas központja, útlezárásokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, kedd este van, és már is jövünk a részletekkel. 20 évvel ezelőtt szűnt meg a 36. Gábor Áron páncéltörő tüzérezred, ezzel egy 50 éves katonai hagyomány szakadt meg a városban. A laktanya egykori tisztjei, tiszthelyettesei, polgári alkalmazottai kiváló közösséget alkottak, és a bezárás óta is rendszeresen tartanak bajtársi találkozókat. A 20 éves évforduló kapcsán a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület szervezett egy összejövetelt, amelyre közel 100-an jöttek el. A Hódmezővásárhelyi Katonazenekar térzenéje fogadta a Gábor Áron páncéltörő tüzérezet bezárásának 20. évfordulójára szervezett bajtársi találkozó résztvevőit a Tiszti Klub udvarán. A Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület meghívását közel 100-an fogadták el. Voltak olyanok, akik több év után találkoztak újra. A találkozó a Tiszti Klub falán elhelyezett emléktáblánál kezdődött, amelyet megkoszorúztak a találkozó résztvevői. Tisztelettel! A Gábor Áron páncéltörő tüzérezred volt tisztjei, tiszthelyettesei, nagyon várták a találkozást. Alig vártam, hogy itt, akiket nem ismertem, mondom, bemutatkozunk egymásnak, hogy te ki is vagy, hogy is hívnak téged, mert ugye ismerősök voltak régebről, hát de most tudtam el odáig, hogy tudom azt, hogy ki kicsoda. Ismerem a páncéltörő ezrednek az összes történését, azon szoktunk anekdotázni a nyugdíjas klubba, hogy mi minden történt velünk, milyen emlékek hát tartanak életben még bennünket, tartják a barátságot, a fegyverbarátságot, egyszerűen azokat a munkatársi kapcsolatokat, amit egyáltalán megértünk ezzel a több évtized alatt. Úgy hívták, hogy kincses doboz, azt hiszem, gyönyörű laktanya volt, ugye hát a tüzérség fellegvára, páncéltörő tüzérek. Én tüzérként is szolgáltam, eként is nagyon sok élményem van, nagyon sok gyakorlaton voltunk, fagytunk, meg lőttünk mindenféle célokra. Aztán utána én elkerültem ugye a jogi pályára, ott is volt egy jó pár olyan élményem, ami meghatározó az életemben. Egyébként ez a azt hiszem 9 év, amit itt szolgáltam, ez mély nyomokat hagyott bennem, és itt szocializálódtam igazából katonának. Nekem ezért fontos ez a laktanya. A Tiszti Klub nagy termében levetítettek egy kis filmet az egykori laktanya mindennapjairól. A vendégeket a szervezők nevében Romvári Frigyes egyesületi elnök, a laktanya utolsó parancsnoka köszöntötte, és kérte, emlékezzenek meg azokról, akik már nem lehetnek közöttük. Elszámolás után 10 évig minden évben tartottunk bajtársi találkozót. Utána csak a 15 éves, majd most a 20 éves találkozót szerveztük meg. A 20 év nagy idő. Ez alatt sok gyermek is felnőtt, és felnőtt lesz.
Emlékezzünk katonatársainkra, bajtársainkra, polgári alkalmazottakra, akik már nem lehetnek velünk. Kulis István László alpolgármester a város üdvözletét mondta el. Ebben a teremben ma legendák vannak. Történelemkönyvbe illő legendák, és az ő történelemkönyvbe illő legendás történeteik. Nagyon bízom abban, és köszönöm a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesületnek, hogy szánnak és tudnak időt szánni energiát és lelkesedést ahhoz, hogy ezek a legendák soha nem maradjanak úgy, hogy ne ismerjük meg őket, mindazok, akik önökkel annak idején egyenruhában nem tudtunk találkozni. A találkozón Gárdonyi Sándor őrnagy is szót kért. Az, amit önök letettek az asztalra, amit eddig is letettek és tettek, az alapját képezi annak, hogy ma a Magyar Honvédség fejlődhet, egy olyan technikai fejlődésen mehet keresztül, ami annak köszönhető, hogy önök voltak. A bajtársi összejövetel közös ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. Halasiak is részt vettek, illetve részt vesznek az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Vasárnap volt az ünnepélyes megnyitó szentmise első áldozással. A Hősök terén bemutatott szentmise egyben a katolikus iskolák tanévnyitója is volt. A szentmisén halasi kisdiákok is jelen voltak Hozdik Zsoltnak, a Szent Péter és Pál római katolikus főplébánia plébánosának vezetésével. A kongresszus szeptember 12-i záró eseményére, a Ferenc pápa részvételével tartandó zárómisére is készülnek halasiak. Ezen a napon, vagyis e héten vasárnap az Alsóvárosi Katolikus templomban csak egy misét fognak tartani, este 6:30. Bár az országos átlaghoz képest jóval kevesebb a kintlévősége a kiskunvíznek, most jó néhány kiskunhalasi fogyasztónál mégis kénytelenek elzárni a vizet. Ezek a fogyasztók az elmúlt egy év során nem fizették a vízdíjat, és a részlet fizetése sem voltak hajlandóak, így a szolgáltatónak nem maradt más választása, mint a korlátozás. A legnagyobb tartozások jellemzően a csőtörések után fordulnak elő, ezek akár több százezer forintosak is lehetnek. A kiskunhalasi székhelyű Kiskunvíz Kft. 56 településen végez ivóvízszolgáltatást. Az ügyfeleik döntő többsége mindig rendben fizet, ám néhány százalékuk akár tetemes tartozást is felhalmoz. A kiskunsági vízi közmű szolgáltató a rendszeres kikötési kampányokkal a kintlévőségi szintét nagyon alacsonyan tartja országos szinthez képest. Ilyen 2-3% az összes árbevételnek a kintlévőség része. Ez nagyon jónak mondható országos szinten. Általában olyan 20-50 ezer forint az átlagos tartozás a vízműtőt. Általában ez egy éves vízdíjnak felel meg, de természetesen vannak nagyobb vízdíjtartozások is, néhány százezer forintosak is, de általában ezek csőtörésből származó elfolyásoknak a ki nem fizetéséből adódik. De az átlagos fogyasztó az fél éves, egy éves vízdíja tartozik a vízműnek, mikor kikötésre kerül a sor. Természetesen az összes olyan felszólítást, ajánlott levelet megkapja előtte, hogy tartozik, készüljön, ha eddig nem rendezi, addig nem rendezi, akkor kikötés, és ez a végső megoldás, mikor szűkítjük, vagy a vízszolgáltatást teljesen szüneteltetjük. Itt Kiskunhalason egészen szeptember 10-ig várható, hogy megjelennek a vízdíj tartozást felhalmozóknál a Kiskunvíz Kft. Munkatársai. Egy-egy ilyen kikötés, korlátozás, illetve a szolgáltatás visszaállítása olyan 25-30 ezer forintba kerül. Abban az esetben, hogyha a munkatársaknak az utcán vagy az épület előtt kell mindezt a munkaműveletet elvégezni, a kikötés, illetve az újbóli visszakötés költsége már elérheti a 40-50 ezer forintot is. Szigeti Attila műszaki igazgató azt mondja, aki tartozik, próbálja meg akár részletekben fizetni mindezt a tartozást, de mindenféleképpen vegye fel a szolgáltatóval a kapcsolatot. Az első lépés a szolgáltatás szüneteltetésében fölkeressük a fogyasztót, és mondjuk, hogy miért jöttünk, elmondják a kollégák, hogy szeretnék szűkíteni a fogyasztói helyet és korlátozni a vízfogyasztását. A fogyasztó vagy beenged bennünket, vagy nem. Ha véletlenül nem enged be, akkor megy a műszaki alakulat, és
kinn az utcán kötik ki. Ha beenged, akkor bemennek a kollégák, a vízmérőnél elhelyeznek egy olyan tárcsát, ami csak az élet fenntartáshoz szükséges vízmennyiséget engedi át, és akkor utána leblombázzák, aláíratnak egy jegyzőkönyvet, és akkor távoznak. Amint ki van egyenlítve a tartozás, akkor ezt a tárcsát kiveszik a bekötésről, és újra visszaállítják a vízfogyasztást. Természetesen ennek költsége van, ezt fogyasztónak meg kell téríteni, úgy kapja csak vissza a vizet. A vízdíj tartozások miatti elzárások a szolgáltatási terület más településein is várhatók, így arra kérnek mindenkit, hogyha tartozása van, még időben rendezze azt, vagy keresse a szolgáltató munkatársait az egyeztetések miatt. Kiskunhalas legnagyobb rendezvényére, a Szüreti Fesztiválra készülve már folyik a helyszínek előkészítése. Az ökkenőmentes lebonyolítás érdekében szeptember 9-e csütörtök 6 órától, szeptember 13-a hétfő 18 óráig van engedély a belváros útjainak lezárására. A szervezők kérik az érintett utcák lakóit, illetve a főtéri üzletekhez érkezőket, hogy szíveskedjenek ezen időszakban járműveik parkolását az útlezárásokon kívül megoldani. Ugyanebben az időszakban a színpadi hangosítás a szokásosnál nagyobb zajhatással jár. A szervezőcsapat emiatt is türelmet kér ezen a hétvégén, illetve mindenkit szeretettel vár a rendezvényre. Fontos tudnivaló az is, hogy a főtéri elektromos töltőállomás a rendezvény alatt nem működik, helyette az Aldinál lévő elektromos töltőállomást lehet majd használni. Már elérhető a 42. Halasi Szüreti Fesztivál programfüzete. A tájékoztatóban megtalálható a 3 nap részletes programja a kezdési időpontokkal. A kiadvány hátoldalán egy térkép is szerepel a különböző helyszínekkel. A nagy színpad a főtéren lesz a borudvara, Városháza udvarában, a Natura gyermekjátszó és a fotósarok viszont idén a Konflis Parkban, vagyis a főtér gimnázium felőli részénél kap helyet. A kiadványban leírás található arról is, hogy a városban milyen egyéb látnivalók, kiállítások várják az érdeklődőket. A programfüzet elérhető a Halasi Média és Kultúra Kft. Ügyfélszolgálatán, vagyis a Sétáló utcában a Közösségek háza udvaránál, illetve a kiadvány kikerül boltokba is. Szüreti hívogató a szerdai piacon. A hagyományokhoz hűen a 42. Halasi Szüreti Fesztiválra készülve sem marad el az úgynevezett szüreti hívogató, melynek célja felhívni a figyelmet a pénteken kezdődő programokra, illetve a rendezvényre invitálni a helyi és térségi lakosokat. A lovas kocsi a piachoz reggel 8 óra környékén érkezik meg. A piac előtti területen táncra perdülnek a viseletbe öltözött néptáncosok. A tervek szerint lesz mustkóstoltatás, illetve a szervezők szórólapokat osztanak ki a fesztivál részletes programjával. Mindez tehát szerda reggel a Halasi piacnál. Bár nyáron is sok halasi látogatott el a Martonosi Pál városi könyvtárba, a tanév megkezdődése óta még élénkebb a könyvek iránti kereslet az intézményben. A könyvkölcsönzés mellett a helyi szolgáltatások is népszerűek a diákok és a felnőttek körében. Október 2-a lett. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Naponta sok könyv kerül az olvasókhoz a kiskunhalasi könyvtárban. Most, hogy enyhültek az ilyen intézményekre is vonatkozó járványügyi szabályok, egyre többen jönnek könyvet kölcsönözni. Szinte minden korlátozás alól mentesülnek már a hozzánk látogató olvasók. Azt szeretnénk kérni, hogy a válogatás idejét egy órában maximalizáltuk, ezt tartsák be, de ez az egyetlen korlátozás, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit szeptemberben is. Bár egész nyáron nyitva tartottunk, és nagyon örülünk, hogy akkor is sokan ellátogattak hozzánk, de most szeptemberben még több olvasónk van, és sok gyerek is jött, akár az aktuális kötelezőirodalom miatt, vagy csak maga az olvasás öröméért. Az állandó és ideiglenes kulturális programokból is egyre több szerveződik, a napokban is több érdekesség várja a halasiakat a könyvtárban. Saját programjainkat is szervezzük, a mai nap folyam már a tűforgató kör eljön hozzánk, és itt lesz. Szervezzük az összefogás könyvtári napok programjait is, valamint szeretném ajánlani a holnapi nap eseményét is, a Zöld Híd Környezetvédő Egyesületnek a
kiállítás megnyitója lesz és a díjátadója, valamint jövő héten a József Attila Irodalmi Kör is nálunk tartja az egyik programját szeptember 16-án. Ma délelőtt is sokan szemezgettek a könyvújdonságok közül, többen voltak, akik konkrét tervekkel, elképzelésekkel érkeztek ide. Általában két hetente járok könyvtárba. Szeretek járni, mert nagyon sok válogatás van, nagyon sok új könyv, színes választék, és így megnézelődhetek, és olvashatok is, úgyhogy szívesen jövök. Mindig önállóan dönti el, hogy milyen könyvet kölcsönözzön, majd kéri a könyvtárosok segítségét? Néha előre tudom, hogy mit szeretnék olvasni, és akkor megkérdezem, hogy megvan, és akkor, vagy néha csak körülnézek, és akkor választok, hogy melyiket szeretném. Mint megtudtuk, könyvkölcsönzés mellett az ingyenes internetezési lehetőséget és az olvasótermi szolgáltatásokat is napról napra többen veszik igénybe. Itt is az egy órát kérjük, hogy tartsák be, sokan jönnek internetezni, és olvasóterembe is azért jönnek kutatni a gyerekek is és a felnőttek is. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör legfrissebb száma, amelyben bemutatják, hogy kik azok a halasiak, akik átvehették a Bács-Kiskun megyei közgyűlés kitüntetéseit. A bűnügyi hírek között beszámol a lap arról az esetről, amelyben alkalmi halasi munkások dollárt loptak munkaadójuktól. Kiskunhalas díszpolgára, a Kossuth-díjas operaénekesnő Miklósa Erika a koncertje után adott interjút a Tükörnek. A heti portréban Bakaigy Dóra arról beszélt, hogy miként vált kedvenc évé a brazil szamba. Most pedig egy-egy mondatban felidézzük mai híradónk legfontosabb témáit. Bajtási találkozó, 20 éve zárt be a Gábor Áron laktanya. Halasiak az eukarisztikus kongresszuson, a pápai zárómisére is többen készülnek. Korlátozzák a vízszolgáltatást a hátralékot felhalmozóknál, a legnagyobb tartozások csőtörések után fordulnak elő. Fesztivál helyszínén alakul Halas központja, útlezárásokra kell számítani. Kedves nézőink, szeptember 7-i hírösszefoglalónkat látták, kérem, hogyha tehetik, akkor ne kapcsoljanak sehová, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, aztán pedig a napi mozaikban a Gaudium Quintet formáció műsorát láthatják majd. Ezt követően visszarepülünk az időben a 90-es évekbe, hiszen jön Koktél újra keverve című retro műsorunk. Én ezzel kívánok nagyon kellemes televíziózást mindenkinek, holnap este 7-kor pedig jövünk a friss hírekkel. Viszontlátásra!